Hidegháborús masszív épület a vasútállomás légoltalmi óvóhelye. Ez a valamikori szupertitkos létesítmény is kitárta a vasbeton ajtaját a látogatók előtt a múzeumok éjszakáján. Van a korszerű újraélesztés, azt mai napig is így csinálja. Hihetetlen, mert ilyet még sosem láttam. Nem láttam ilyen kitüntetéseket, nem láttam ilyen árvizeket. Nagyon durva. Nagyon durva ez az egykori hírközlési központ is, amely akkor állt volna szolgálatba, ha a vasútállomás irányító termét találat érte volna. Nagyon tetszik, 2 évvel ezelőtt is voltunk már itt a kislányommal, és visszavágyódott ide, pont azért, mert akkor olyan élmények érték, hogy szerette volna őket újra átélni. Most jelen pillanatban körülbelül ilyesmi. Rengeteg titkot, rejtét, csodát őriz a monstrum az év legrövidebb éjszakáján, Szent Iván éjjelén, illetve az ahhoz legközelebb eső szombaton pedig különösen. Nagyon tetszik, már évek óta le akartunk jönni még a nagyobbik lánya, Viviennel, úgyhogy nagyon, szerintem nagyon tetszett nekik is, sok volt az újdonság, úgyhogy szerintem megérte. A reptár is kitárta minden létező kapuját, a főépület belső fala fényben fürdött a múzeumok éjszakáján. Nagyon tetszik, nagyon szép lett. Nektek is tetszik, lányok? Igen. A különleges alkalomra a kiállított repülőgépek is különleges festést kaptak. Nagyon jó az idő is, és így teljesen kuriózum szintén, mert hogy tényleg éjszaka itt a repülők, meg olyan repülőket látunk, amit tényleg nem is láttunk volna, meg úgy nem is érdekelne, ugye mivel lányok vagyunk, úgymond. Több emberre van szükség, mert egy, aki csavarozza. Egy... Odabent folyamatos időközönként indultak a tárlatvezetések. A normál esetben a látogatók elől elzárt vadászgépek is nyitva álltak. Így látni ezeket a dolgokat, hogy ugye a régi gépek, ugye, ahogy így szerepeltek a háború idején, ugye látni lehet, hogy a Balatonról ugye kiszedték azt a régi gépet is. Így ilyen feelinges, azt így mondom, hogy feelinges ez az egész. András? Százados értes, őt már ilyenben? Kifejezetten tetszik egyébként, hogy ennyi repülőgépbe be lehet ülni. Kint is van egyébként 3 helikopter megnyitva, és itt is ugye ez a 2. Szerintem nagyon megéri, és nagyon izgalmasak is, mert hát nem minden nap ülhet ilyenbe az ember. Az éjszakai pörgés ezzel a pilótafülke szimulátorral fokozható, a szerkezet minden irányban is képes mozogni. Nagyon jó volt, nagyon élveztük, szerintem ez bármikor megismételjük. A pályán kívülállók mosolya is őszintének tűnik. Nem merném bevállalni, de kívülről látványos. Közvetlenül egy 4 fogásos pezsgős vacsora után nem feltétlenül ajánlott kipróbálni. Szeretnénk beülni a szimulátorba, illetve a 4D-s mozit is kipróbálni. Szerintem ezt nem fogja überelni. Csendesebb, elmélkedőbb helyszín volt szombat éjszaka a Damjanich János Múzeum. Régen voltam itt, és ezért, mintha teljesen újdonság lenne, ezért ez így nagyon jó. Este 11-kor nemigen bóklászik az ember múzeumban, de az év legrövidebb éjszakája éppen arról is szól, hogy hányjunk fittyet a megszokottra. A hangulata az nagyon különleges. És gyönyörű festményeket lehet látni. A múzeumi programsorozatot a Szolnoki Szimfonikus Zenekar éjszakai hangversenye zárta.